Magyarország kormánya 2015. július 15-től tette lehetővé családok számára visszanemtérítendő lakásszélú támogatáshoz való hozzájutást, azaz a csokot. Ehhez kapcsolódva tavaly Cirbus Gábor Makó alpolgármestere képviselő indítvány nyújtott be, hogy a város is járuljon hozzá a fiatalok lakáshoz jutásához. A támogatás igénybevételének lehetősége az önkormányzat által helyben elindított telekprogramnak is új lendületet adott. 2016-ban a Velnök utcában három család terveinek megvalósításához nyújtottak segítséget, idén pedig a Szerecsen utcában folytatódott a program, ahol négy építési telek megszerzésére pályázhattak a jelentkezők. Az előző városvezetésnek is volt ilyen irányú kezdeményezése. Éveken keresztül nem sikerült ezeket az ingyen telkeket kiosztani a városba. Ugye első körben azokat a Velnök utcai telkeket osztottuk itt, amelyet az előző városvezetés is próbált kiosztani, de lévén, hogy nem volt mellé megfelelő koncepció, ezért nem sikerült ezeket a telkeket kiosztani. Nagyon sikeres volt az első körben tavaly évben kiosztott gerizdesi telkek, és ennek apropóján kerestünk újabb telkeket, melyeket az önkormányzat közművesített a Szerecsény utcába. Jelenleg a négy telekből hármat tudtunk átadni a mai napon. Az ünnepélyes szerződéskötés alkalmából Farkas Éva Erzsébet polgármester köszöntötte a pályázaton nyertes családokat. Nagy Árpád és felesége várhatóan ősszel kezdik meg az építkezést. Nagyon örültek a programnak, különösen annak, hogy végül telekhez jutottak. Új házat szerettünk volna, és adott volt ez a lehetőség, és éltünk vele. Ugye a három család az megvan, és egy nagyobb házat szeretnénk, kényelmesebben elférnénk a nagy házban. György József és Neje szintén három gyermeket nevelnek. Azért jelentkeztek a pályázatra, mert jelenlegi házukban nincs mindenkinek külön szobája. Ez hamarosan megváltozik, már nagyon várják, hogy elkezdjék az építkezést. Téglaház lesz, tehát nem egy rövid építésű egyébként, úgyhogy jövő tavaszra szeretnénk, legkésőbb. Terveink már megvannak, úgyhogy, úgyhogy készültünk, csak reméljük minél hamarabb eladjuk a házat. A program várhatóan a jövőre nézve is folytatódik. Jelenleg zajlik a Szerecsen utcában még egy rendelkezésre álló teleki ingatlanra vonatkozó pályázati eljárás, amelyre május 29. napjáig várják a családok jelentkezését. A szerződéskötést követően Farkas Éva Erzsébet polgármestert mintegy 40-en keresték fel hivatali irodájában. A fogadó órán főként szociális és lakhatási problémák merültek fel, de érkezett kérés többek között önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérleti díj csökkentésére, valamint civil egyesület rendezvényének támogatására is.